elindultunk. Elvileg elindultunk, sziasztok, de mindjárt rá frissítek, és amint látom magam, mondom, amit szeretnék. Ez el szokott tartani azért egy-két percig, gondolom a késés miatt, de mindjárt kiderül, hogy hogy vagyunk. Még nem látom. Hangosabb leszek, köszönöm. Szóljatok bármikor, igyekszem hangos lenni. Hopp! Azt hiszem megérkeztünk. Még átállítom, hogy hozzá szeretnék szólni, hogy az én legyek, és ne a penta. Ez az. Szuper! Szeretettel köszöntelek benneteket a Pentát kreatív technika óráján, ahol ma a lazúrokról és a lazúrgérekről fogok beszélni. Míg várunk egy kicsit, addig csináltam magamnak egy vázlatot, és beszélünk egy picit a lazúrokról és a lazúrgéletről úgy általánosságban, és hogy mire használjuk őket általánosságban. Én persze nem az általános használatot fogom majd itt bemutatni, pont azért, hogy demonstráljam, hogy mennyire sokrétű ez az anyag. A lazúrok és a lazúrgélekről általánosságban elmondható, hogy vizes bázisú anyagok, száradásig kimoshatóak az ecsetből, ruhából, vízzel, de száradás után vízállóra száradnak. A lazúrok és a lazúrgélek célja az nem a felület elfedése, hanem a felület színezése. Ezért ezek nem is fedőfestékek, olyan pigmentanyagot és olyan kötőanyagot tartalmaznak, hogy ne fedjenek. Ez így nagy általánosságban elmondható, viszont a réteg vastagsággal, vagy pedig a rétegek többszörözésével elérhetjük azt, hogy egy idő után ez az anyag fedjen. Aztán azt mondtam, hogy ugye nem fed, csak színez, ez hogy lehetséges? Úgy, hogy ezek az anyagok úgynevezett transzparens anyagok, amit talán úgy lehetne legjobban magyarra fordítani, hogy áttetsző. Én ezt a szót szeretem. Az átlátszó is jó. Ki döntse el, kinek melyik a szimpatikusabb. Áttetszőre száradnak. Ezt is meg fogom mutatni, hogy mit értek ez alatt, hogy áttetsző. És ugye a lazúrokat általános használatban, ez lesz a kedvenc szavam, az általános, azt hiszem, hogy mindannyiunknak megvan a kedvenc szava. Szóval általánosságban a fa színezésére és védelmére használjuk. Én azt fogom nektek ma bebizonyítani, hogy ez nem mindig van így. Aztán Gyuri bácsival folytattam egy kis eszmecserét, mert én rákérdeztem, hogy ő mit szeretne, hogy elmondja, mit szeretne, hogy elmondja a lazúrgélekkel kapcsolatban. És aztán szóba került ez a bűvös szó, hogy viszkozitás. Ugyanis a lazúrok és a lazúrgélek között a különbség az a viszkozitás. Ugyanis a lazúrgélekbe viszkozitást növelő anyagokat tesznek bele, ezek lehetővé teszik a 3D használatot. Ránézek közben. Sziasztok, sziasztok, halk vagyok, jaj, bocsánat, nagyon-nagyon igyekszem. Kicsit távol van a kamera, de nagyon igyekszem, még mindig halk vagyok. Nagyon igyekszem! Jó, szóljatok mindenképpen. Történt valami? Nem, jó. Azt mondja, hogy ott jártam, hogy a viszkozitás, igen. A viszkozitást több dolog is nagyban befolyásolja, ja, és van egy mondat, ezt a netről töltöttem, mert fel fogom nektek olvasni, mert nem igyeztem meg, de nekem ez fordítsa le legjobban egy hétköznapi nyelvre, hogy mit jelent a viszkozitás. Itt azt mondja, hogy a viszkozitás a folyadék a folyással szembeni ellenállása. Most gondoljatok ugye a vízre például, hogy a víz hogy folyik, vagy gondoljatok a sima lazúrra, hogy az hogy folyik, és a másik pedig a méz, ami eszembe jutott, vagy pedig a lazúrgél, ugye ez nem folyik. Hát tulajdonképpen nagyon-nagyon leegyszerűsítve ez a viszkozitás jó, hogy egy anyag mennyire folyik lényegében. Ez, aki kémiahoz ért, ezért ki fog engem írni, de nem számít. A viszkozitást nagyon sok dolog befolyásolja. Például, ha végig gondoljátok, mondjuk a hőmérséklet. Tehát nem mindegy, hogy melegben, mondjuk nyáron kint a tűző napon dolgozol a lazúrokkal és a lazúrgélekkel a teraszon,
vagy pedig mondjuk a téli hidegben egy fedett helyen dolgozol el az urokkal. Jó, tehát a viszkozitás nagy mértékben befolyásolja a hőmérséklet is. Ami még a lazurgil esetében érvényes, hogy itt a viszkozitást az határozott ecsetvonások hatására a viszkozitás csökken, tehát folyékonyabb lesz az anyag, és jobban el lehet dolgozni. Amit én javasolok nektek, de majd meg is mutatom, hogy ne közvetlenül a felületen használjuk őket, tehát nem öntöd rá közvetlenül a felületre, bár így is lehet, aki nagyon ügyes és gyorsan dolgozik, az el tudja dolgozni, de hogyha lassabb vagy, és nem vagy még eléggé gyakorlott, akkor azt javaslom, hogy egy külön üvegcsébe tölts, vagy önts majd ezekből, és utána hord fel a felületre, ugyanis a fa, hogyha sima, kezeletlen fa felületre viszed fel, akkor a fának a kapillárisai nagyon gyorsan magukba szívják ezt az anyagot, és akkor előfordul, hogy foltos lesz. Jó, úgyhogy gyorsan, határozott ecsető mozdulatokkal kell dolgozni velük, de nagyon-nagyon könnyű, nagyon-nagyon jól kezelhető anyag mind a kettő, ecsettel is, és szivacsecsettel is. Ami nagyon gyakori kérdés szokott még lenni a lazúrok kapcsán, és van itt egy kis keveredés is, de ezt is tisztába próbálom tenni, az a kültéri és a beltéri használat, hogy melyik mire való. Itt azt az információt kaptam, hogy a pentát nem tesz különbséget jelen pillanatban a kültéri és a beltéri lazúrok között, ezért változott a csomagolásuk is, majd ezt is meg fogom mutatni, a régi csomagolást és az újat. Lehet egyébként kapni még ilyet is és olyat is, és teljesen rendben van. Általánosságban elmondható, hogy a sárgás, barnás és fekete árnyalatú lazúrok alkalmasak kültére is. A rikitop színűek, ez a piros, rózsaszín, nagyon élénk, zöld, kék, ezek pedig inkább a beltéri használat. Még egy dolgot szeretnék elmondani, aztán befejezem az elmélet részét és megyünk, mutatom a dolgokat, hogy ezek a kreatív célra készült lazúrok, ezek nem egyenértékűek ezek a falvédő lazúrokkal, amik egy rengeteg más adalékanyagot is tartalmaznak. Ilyen, ugye, hogy ne telepedjenek meg benne a rovarok, hogy ne rothadjon el, gombák ellen, stb. Ezt felsorolni is lehetetlenség. És azt mondta nekem Gyuri bácsi, hogy ezek más típusú vizsgálatot igényelnek, a pentárt nem tud erre megfelelő laborhátert biztosítani, jó? Tehát vannak ezek a hobbi célú lazúrok, és vannak az egyéb favédő lazúrok. Na, ez lett volna az elméleti része a dolognak, remélem nem vittem nagyon túlzásba, de azt gondolom, muszáj megalapozni azt, amit mutatni szeretnék. Most pedig belevágunk, és szeretném megmutatni a lazúroknak az extrém felhasználási módjai. Ja, de először a csomagolás. Tehát mutatok egyet. Jó, ez közelebb tartom, és ebből hangosan beszélni. Jó? Régi csomagolás, ő lesz. És ez pedig az új csomagolása, az a lazúr gél. Jó, és mutatom a másikat. Új csomagolás, régi csomagolás. Jó? Jó, így. Ez az új. Ez pedig a régi. Oké, megyünk is bele. Akkor én két mintát, ez a többet is hoztam nektek most, de megnézzük a lazúr géleknek a rendes, idézőesen a rendes, normál felhasználását is több felületen, és megnézzük az ilyen extrém felhasználást is, mint amit itt mutatok nektek. Közelebb viszem, próbálom. Jó, ez ennek a doboznak a színezését, jó, tehát nem az alapot, hanem a színezését, az pentárt lazúrokkal oldottam meg, és úgy csináltam, hogy kiszíneztem ezt a felét, de a másikat nem, és ezt majd most itt élő videóban megmutatom, hogy hogyan is készült, ezt biztosan végigvesszük. Aztán a másik pedig ez a kis doboz. Ez egy, már is megmutatom, ez egy ilyen, csak le van már alapozva ezzel a bonding primerrel, ez egy mi ez a bolhaírtó nyakörvnek a fém doboza. Annyi, hogy le van alapozva bonding primerrel,
a jobb tapadásért, mert ez ugye egy fém doboz, itt az alján még látszik, az alján nincs kész, meg hát a belseje sem. Ez ilyen tipikus, csináljuk meg gyorsan betegség, hogy a belsejét nem készítjük el. Szóval viszont 100%-ban lazurgélekkel van csak színezve, tehát nincs rajta média permet festék, nincs rajta más, amivel színeztem volna, csak a lazúrok, meg a holdnál, hogy nem tudom mennyire látszik a videón, egy kicsit sejmesebb a fénye, tartson közelebb, megpróbáljuk. Nem jó? Na mindegy, higgyétek el nekem, hogy ilyen sejmesen fénylő, ezt is lazúrral értem el, csak egy kis extrát adtam a lazúrhoz. Kezdjük, ja meg még egy, bocsánat, csak kinyögöm. Készítettem, színeztem két medált, mind a kettő a lazurgéllel van színezve, annyi, hogy az egyik az egy titánfehér akrilfestékkel van alapozva, ez egy gipsz, egyébként egy Stampedia gipszforma, igen, szóval gipszkiöntő forma, a másik pedig mattfekete akrilfestékkel van alapozva, és nem tudom szintén mennyire látszik a videóban, csak bólogat. Nagyjából. Aha, látszik, jó, hogy van egy ilyen kis sejemfényű hatásra, ezt is megmutatom, hogy hogyan kell majd csinálni. De kezdjük akkor az alapoknál. Hozok egy alapot. Jó így? Uh-huh. Oké. Okay. Annyit kell tudni, hogy csak finoman megcsiszoltam az alapot. Az első sort itt felül, de közben ránézek, bocsánat. Sziasztok! Sziasztok! Ó, nagyon sokan vagyunk, nagyon szépen köszönöm. Ó, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy légy szíves, kérdezzetek közbe. Annyira szuperek voltatok a legutóbb, és olyan nagyon okos kérdéseket tettetek föl, de igazából nincsenek is buta kérdések, úgyhogy buzdítanálok benneteket. Szerintem az élőnek a sava borsa, kérdezzetek, jó? Nem számít, mennyi idő megy erre, kérdezzetek. Na, vissza! Táblára, meg én közben nézem, terülési hajlam a viszkozitás. Igen, így is lehet mondani. Nekem azzal, én sokkal jobban összekötöm azzal, hogy folyik vagy nem folyik, de igaz. Egyébként meg olyan kacifántos megfogalmazást is találtam a neten, hogy inkább el sem mondom, hogy mi volt. Jó, eddig nem láttam kérdést, ha bármi van, szóljatok. Szóval, a falapot a következőképpen készítettem ezt elő. Ez a sáv, ez titánfehér akrilfestékkel van alapozva, és utána finoman megcsiszoltam egy 180-as csiszolópapírral, ez titánfehérrel van stencilezve, jó, és ide a legaljára pedig bélyegeztem, azért, mert ennek a típusú falapnak, ami nekem van, ez a nem mindig tűnik jól elő a mintázata, és ahogy jobban meg tudjuk nézni az anyagoknak az áttetszőségét, ezért bélyegeztem alá. Nagyon fontos, hogy ezt meg lehet csinálni bútoron is simán, hogy te bélyegzel. El is hoztam a bélyegzőt, megmutatom. Stampériás bélyegző. Ez a repedős. Ezzel bélyegeztem, de viszont nagyon fontos, hogy mivel erre még vizes bázisú anyaggal festeni fogunk, tehát lazúrral, nagyon fontos, hogy oldószeres legyen a bélyegző, mert hogyha vizes bázisú bélyegzőt használsz, akkor a víz tartalma az anyagoknak az fel fogja oldani. Na most itt látjátok, én egy kis sávot már megcsináltam a lazúrral, ez pedig a, mondom, milyen színű oliva. Jó, az oliva lazúrral megcsináltam, csak azért, hogy lássátok, hogy mit értek az áttetszőség alatt, vagy hogy mitől transzparens. Attól megpróbálom meg közelebb tenni. Ez a része érdekel minket leginkább. Hogy azért a fának az erezete, már amennyire ez a tábla engedi, átlátszik. Azért egy fenyőnél, amitben vannak göcsörtök, meg szép hosszú vonalak, annál sokkal jobban fog ez látszani. Na, csapjunk is bele. Az első mód pedig, fogom a kis tégelyemet, milyen színű legyen mondjuk barna. Jó, az a lazúr barna. Ebből fogok önteni egy kicsit. Fogok? Igen, fogok. Ebbe a tégelybe. Azt
aztán fogom a kis ecsetkémet. És felkenem. Amit még fontos tudni, hogy a lazúrok majd egy picikét világosodnak a felületen, tehát egy kicsit világosabb lesz a színe, mint a tégelyben van. Jó, szép, hosszú, határozott ecsetvonásokkal, szebben, mint én. És egy rétegben felkenjük a lazúrt. Akkor ez így fog kinézni. És majd, ahogy szárad, klassz lesz. Aztán a stencilezett felületen, csak kinyugom már, mit akarok mondani, ha várunk egy kicsit, akkor a fa az ugye magába szívja a lazúrt, viszont az akril festék, ami ugye egy vízzáró réteget képezett tulajdonképpen nekünk a natúrfán, az nem szívja rögtön magába, de egyébként rászárad simán, ezért ilyenkor egy nedves törlőkendővel még meg lehet azt csinálni, hogy fogod, és a mintát egy picit megtörölgeted. És ezáltal egy kicsit világosabbat kapsz, világosabb színt kapsz. Mindjárt nézem. Stencilezésnél mit raktál a stencilbe? Hú, ezt nem értem, mire gondolsz, hogy stencilezésnél mit raktam a stencilbe? Hogy festék mi volt? Titánfehér akrilfesték, matt. És ecsettel pacsmagoltam bele a stencilbe. Erre gondoltál? Jó, szóval ezzel még lehet világosítani. Vagy ugye, ha megcsiszolod a felületet, akkor is. Akkor a következő, amit az alkoholos tintapárnáról mondtam, ő a Stazen. Jó, oldószeres tintapárna, és ez nem keni el a vizes bázisú festéket, hogyha fölé dolgozol, jó? Általában egyébként, amit hobbiboltokban lehet kapni tintapárnák, azok vizes bázisúak a nagy része, hogyha Stazent veszel, az tuti, hogy jó erre a célra. Egyébként ez nagyon sokszor felmerült, ugye mix médiában főleg, amikor kialakítjuk a felületi struktúrát, akkor egy csomót szoktunk bélyegezni, ez rengeteg mixmédia videóban látszik. És aztán nagyon sokszor volt ez a kérdés, hogy jó, de hát nekem elkenődik otthon. Azért, mert ezekre a bélyegzésekre mindenképpen, tehát ahol vizesbázis anyagot kensz fölé, mindenképpen oldószeres tintát kell használni. Hozzáteszem, hogyha viszont erre közvetlenül felkened mondjuk az oldószeres lakkot, akkor már az el fogja kenni, jó? Tehát az oldószerrel nem jó, de az oldószer tetejére a vizes, az tökéletes. Na, menjünk tovább, ez volt a lazúr, a sima lazúr, barna, ugye azt mondtam, barna, igen. Következzen akkor egy lazúr gél, legyen mondjuk a Dió, ami az egyik kedvencem. Megmutatom nektek, ő az, köszönöm. Jó, és én ezt most szintén ecsettel fogom felművelni a felületre, nem sajnálom az ecsetről. Szép határozott mozdulatokkal neki megyek a felületnek. Eloszlatom. Annak, hogy eloszlassuk, igazából majd mindjárt látjátok, nem is a fa felületen van jelentősége, és meg van föntebb emelni, hanem az akrilfestékkel festett részen. Erre egyébként így ugyanaz érvényes, mint itt, hogy hagyjuk egy kicsit száradni, és akkor vissza lehet törölni majd a stencilezett felületről, de olyat is lehet csinálni, most nem hoztam ide, megpróbálom a popsitörlővel, sima papírtörlőt, hogy fogod és elkezded ezzel egy kicsit irányonkodni, és akkor ezzel már egy ilyen klassz kopottas felületet hozol rétre, remélem jól látszik rajta, és utána ugyanúgy foghatod és törölgetheted a mintádat, hogyha nem akarsz csiszolni. Bár hozzáteszem, hogyha a lazúrt a rendes formájában akarod használni, tehát úgy, ahogy ezt a lazúr illik, ahogy mi már nem nagyon fogjuk, akkor
érdemes két lazúr réteg között csiszolni, mert ugye a lazúrnak a víztartalma, vagy nedvességtartalma felfogja úgynevezett, vagy úgy legegyszerűbb szőrösíteni a fát, ugye a kapillárisok megszívják magukat, és azt meg kell csiszolni mindenképpen, és ha akarod, akkor utána még egy rétegbe lehet majd lazúrozni. Ránézek, közben van egy kérdés. Igen, a festékre gondoltál. Oké, szuper. Mit tettél a bélyegzőre? Akrilt? Akkor ezt is elmondtam, a Stazent. Nagyon jó, szuperek megint a kérdések, nagyon szépen köszönöm. Aztán én közben itt beteszem nektek a linkjét a lazúrok termékbemutató videóját, amit Csikós Andival forgatta. És azt ott Andi elég alaposan körbejárja egyébként ennek a normál felhasználási módját, sőt, még szerintem extrákat is mutat, úgyhogy azt is érdemes megnézni. Ezzel szerintem nagyjából meg is vagyunk. Még egyet szeretnék nektek mutatni, amit ma elég sokszor fogunk, vagy elég sokszor beszélek mezőtséget, mert annyi minden jár a fejembe. Szóval egy dolgot szeretnék nektek mutatni, ami szerintem trükkös. Ugye kitörlöm a... Szóval, én nagyon-nagyon szeretem a kaméleon pigment porokat, nevezetesen, vagy tegyem, hogy látszódjon, őket. Jó, hoztam magammal fehér aranyat, kéket és zöldet. És ezt úgy csináltam, ezt a medált, és azt is meg fogom mutatni nektek ezen a felületen, hogy milyen legyen, mondjuk most lila, mert ez van a kezemben. Kérdés van. Fantasztikus hatások, nagyon szuper vagy. Lehet összemosni színetmenetesre a lazúrokat? A válaszom igen, és ide rakom nektek ezt. Meg fogom mutatni a szívnek majd ezen a felén, jó? Az összemosást is, igen, nagyon jó a kérdés. Aztán menjünk tovább. Tehát legyen most akkor mondjuk a lila. Teszünk egy kis lazúr, ez ugye sima lazúr, nem a lazúrgér. A tálkába fogok egy vastagabb ecsetet, és mondjuk a kék kaméleon pigment porból teszek egy picit, hát ez ízlés kérdése, hogy mennyit, nem kell sok, ezek a pigment porok is nagyon klasszul, megpróbálom megmutatni a tálban benne, nem tudom mennyire látszik. És összekeverem. Ugyanis ki lehet használni a lazúrnak a transzparensségét. Hú, ez elég bénán hangzott, de így van. Tehát az, hogy transzparens, ezt klasszul ki lehet használni. Viszont van benne kötőanyag, ami nekünk ezeket a pigment szemcséket meg fogja kötni. Ezzel nagyon különleges felületet lehet létrehozni. Lehet, hogy teszek még bele egy pici port. Bocsánat, már motyogok. Lehet, hogy teszek bele még egy pici port. És átkenem még egy kicsiké. Minél többet teszek bele, a fénye annál inkább kékesebb lesz. Azt hiszem, most jobban látszik. Talán, amit akartam. Akkor fog igazán kijönni majd az effekt, hogyha megszárad, úgyhogy bocsánat, de egy picit zörgök és rászárítok. Szerintem nagyjából jók leszünk, megpróbálom úgy tartani a kamerának, nem tudom, hogy látszódjon a csillogása. Látszik? Nem. Ó. Az a lényeg, hogy ilyen nagyon szép sejemfény, vagy ilyen kékszínű fénye lesz ennek. Aha, valami már talán látszik. Szuper.
Jó, úgyhogy ezt a trükköt alkalmaztam egyébként ennél a két medálnál is. Ezt is kipróbáljuk gyorsan. Ezzel végeztem. Előkészítettem két ilyen kis medaliont, és akkor, ahogy mondtam, az egyiket fehér, titánfehér akrilfestékkel alapoztam, a másikat pedig feketével. Már is csinálok hozzá lötyöt. A lilát elhasználtuk. Mégpedig legyen akkor ugyanilyen zöld, hogy lássátok, hogy ez hogy készül. Tehát egy kis oliva, zöld lazúr, sima lazúr, és pigment porból, kaméleonból fogom használni szintén a zöldet, mert ezeknél azt használtam. Jó, ezettel talán egyszerűbb lenne keverni. Látszik ez benne, hogy mennyire klassz, ilyen sejmes, csillogós fénye van. És akkor most ezt felfestjük simán, semmit nem kell csinálni, csak fogom és felfestem erre a... Igen, ez van, amikor eltúloztam egy kicsit a pigmentpor mennyisége. Nem is kicsit. De nincsen semmi gond, ugyanis ezt tudjuk csinálni, hogy fogunk egy törlőkönyvet. És így egy kicsit visszatöröljük ott, ahol sok lett. Utána ezt nyilván lehet akár, ahogy én ezen a medálon csináltam, egy kicsit viaszpasztával kiemelni a másikat, de kicsit hígítok rajta. Jó, én azt javaslom, hogy ezek a kis formák, meg a gipszből, ez olyan gazdaságosan már, mint pénztárca kímélen kiönthető, és olyan sok klassz dolgot ki lehet rajta próbálni, hogy ajánlom nektek is. Vízzel is lehetne egy kicsit higítani rajta, de egyébként a lazúrokat, hogyha azt szeretnétek, hogy áttetszőbbek legyenek, fel lehet higítani, mondjuk egy kis vizes bázisú lakkal, szinte akármelyikkel, és akkor egy kicsit áttetszőbbek lesznek. Egy pici lak, egy pici víz, és akkor még világosabb lesz, ha mondjuk a zöldön szeretnénk világosítani. Tehát mind a kettő más miatt klassz, szerintem. Ez azért, mert itt a mélyedésekben ül meg ez a pigmentpor, és attól mélyedések lesznek ilyen, bocsánat, ilyen kicsit zöldes árnyalatúak. Itt szintén a mélyedésekben ül meg, de ott viszont ilyen sötét zöld lesz. Jó, és ezt is ugyanúgy lehet törölni törlőkendővel, hogyha sok. És nagyon-nagyon szép sejmes fénye van, látszik így? Szuper. Na, ezt akartam megmutatni nektek. Kicsit eltakarítom a romokat, és aztán folytatjuk. Van-e kérdés? Mindjárt közben ránézek. Na nézzük, amíg törölgetem. Én már próbáltam, és nekem ment. Mire gondolsz? Medőfentebb kéne gurulnom. Repedezett technikát is légy szíves, meséld el mindenképpen. Igen, látszik, hogy kicsit kékes. Szuper, akkor látszódott, amit szerettem volna. Azt mondja, hogy jöhet a repedezett technika. Na most, akkor kezdjük ezzel. Ezen a dobozon, így jobb, szuper. Ez a doboz ez úgy készült, hogy első lépésként, itt talán jobban látszik a belső oldalán, fekete akrilfestékkel lealapoztam, matt fekete akrilfestékkel. Ez egy más projektnek készítettem elő ezt a dobozt, de aztán a végén nem lett belőle semmi. Tehát lefestettem fekete akrilfestékkel, és utána itt a hátulját direkt meghagytam üresen, meg
itt az egyik élét, jó, tehát a hátulján is az élén meg fogom mutatni a hatást, puskáltam kell picit. Tehát, fekete akrilfestékkel lefestettem, utána repedő paszta alapozót tettem rá, én hosszant irányba kentem a régit, nekem az volt most otthon, az univerzális nem, tehát a régit kentem hosszant irányba, utána pedig festőkés segítségével a metál repedő pasztát vittem fel rá, az óaranyat. Azt is megmondom, hogy miért, mert a fehér nem volt otthon, és a végén ezzel egyébként azt gondolom, hogy mi majdnem jobb, mint a fehérrel, ezen egyébként a fehér van, majd ha ott tartunk, akkor mondom. Tehát még egyszer, fekete akrilfestékkel le van alapozva, aztán repedőpaszta alapozóval le van kenve, az, amikor átlátszóra száradt, utána rákentem a metál repedőpasztából az óaranyat, és a legvégén stencileztem rá, ha megtalálom a stencilt, megúgtom, Heavy Body Gale-lel, egy másodperc, megvan. Azt mondja, hogy S40, ez a neve, elveszem hát, ha így jobban látszik, S40-es 3D stencillel rátettem, és Heavy Body Gale-lel, a fényessel, az átlátszóval stencileztem rá festőkés segítségével. Azért ezzel, mert a matte Heavy Body Gale az ugye opálosra szárad, és ezért nem látszana olyan klasszul ez a repedezettség a Heavy Body Gale alatt, úgyhogy ezért a fényes. Közben nézem, van egy kérdés, most értem ide, jó ez az óarany. Puszi Ági! Sziasztok! Majdnem lemaradtál, nem baj, visszanézhető lesz. Jó, az elején ez a sok fejtágítós duma is. Aztán az első lépés, ez csak lazúrgéleket használtam, ezt kiveszem belőle. Van egy kis eltérés itt az eleje és a belseje között, ugyanis itt már használtam egy kis, ugye van egy cseresznyét. Jó, úgyhogy most valamelyiket fogjuk ezen, még nem döntöttem el, hogy melyiket. Kell egy ecset. Nagyon fontos még ehhez, popsitörlőkendő, és nem tudom, hogy mennyire szabályos ezt megmutatni, de most én megmutatom nektek, hogy én ezt szoktam használni, mert az ára jó, és nem habzik. Ennél ez visszatörlős technika lesz, úgyhogy ennél egy kicsit számítana az, hogy ne habozzon, ahogy törlöm a kendő. Az első lépés az, hogy a fenyő, én a fenyő színű lazúrgélt használtam elsőként, és fogom, és az egész felületet lekenem vele. Jó, hát itt még nem sok minden fog látszani, de majd a végeredménybe számít. Ide jöhetsz nyugodtan, ha akarsz. Közben itt van velem Dóri is, csendes szemlélőként, neki szóltam, hogyha van kedve, akkor ide jöhet anya mellé. Jó, szóval, ezt rendesen megcsutakoltam ezzel a barnával. Egy irányba szoktam kenni, vagy ha nem kened egy irányba, akkor úgy lehet még ezeket a kis, itt ugye faha, ez ilyen fahatású ez a stencil, hogy oldal irányba húzod az ecsetet, és akkor megáll a lazúrgél, felhalmozódik itt a csíkok mellett. Jó, ahova tennénk olyat, nagyszerű. És amikor ez megvan, akkor eldöntheted, az első rétegnél nem feltétlen fontos, de ugye az a Heavy Body Gale az kevésbé szívja be, sőt nem szívja be, hanem egyszer megszárad rajta, és popsi törlő kendővel, ha csak a tetejét húzod le, akkor le lehet törölni a Heavy Body Gale-ről a lazúrgélt. Ezáltal visszahozzuk tulajdonképpen az alsó réteg színét, de ha akarod, jobban is megtörölheted, tehát áthúzhatod mondjuk rajta így, hogy egy kicsit még világosíts rajta. Ha ez megvan, akkor sajnos meg kell szárítanunk. Ki mosnád ezt az ecsetet? Nekem itt oda addig. Nem, csak ezt az egy ecsetet. Köszi. Cuki vagy. Jó, úgyhogy zörgök egy picit. Ha megnézem, van-e kérdés?
kezdjük, mert van kérdés, úgy látom, Vágó Enikő, az akrilra tudok-e más, nem repedezős anyagokkal repedezéseket elérni? Van-e javaslatod egyszerűbb festékekkel? Hát, hogyha repedezést akarsz elérni, azt festékkel nem fogod tudni. Maximum olyat tudsz csinálni, ami még érdekes lehet, hogy megfested festékkel, és fogsz egy fogpiszkálót mondjuk, és karcolsz magába a festékbe mondjuk olyan mintát, mintha repedezett lenne. Vagy megpróbálhatod úgy húzni a fogpiszkálót, hogy ilyen fa mintát alakíthass ki. Ezzel simán ki lehet egyébként próbálni, de az egyik kedvenc anyagom a repedő paszta, mondjuk pont a fehér. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni, mert nagyon-nagyon sokrétűen használható anyag, de ide ilyennel simán lehet trükközni. Jó, szóval nyugodtan. Aztán meg tudnám mondani a popsitörlő nevét. Ez nem a madaras nagy áruházban kapható, hanem a másikban. És Fred Flow ez a neve. Én ezt szeretem a legjobban, mert visszazárható, és mondom, árban is megfelelő. Vannak ennél persze jóval olcsóbbak is, azok is tökéletesen megfelelnek, de ehhez a technikához nem baj, hogyha nem habosodik fel, ahogy törlődő közben az anyag. Aztán Gabriella Vankova, imádom a lazúr gélt én is, úgyhogy ebben akkor nagyon egyformák vagyunk. Az egyik. Tegnap beszélgettem egy nagyon kedves barátnőmmel arról, hogy mik a kedvenc anyagaink, és a lazúr gélt például érdekes módon mind a ketten megemlítettük. Na közben, bocsánat, szárítok! Oké. Amit elfelejtettem az előbb, hogy egyébként itt is másik oldal, ugye ez van készen, nem próbálok nem kapkodni, ez van készen, és ez a fele nincs készen, de itt ugyanaz a metódus, ezt még gyorsan megcsinálom, hogy végighúzzuk rajta ezt. És utána fogom a popsitörlőt. És az a lényeg, hogy egy kicsit összehajtom, és nem nyomom rá, csak megpróbálom a felületéről letörölni a lazúrgélt. Látjátok? Így nem, a mélyedésekből nem töröltem ki a lazúrgélt, csak a repedőpaszta legtetejéről. Jó, ez volt ott az első rétegünk. Na, menjünk tovább. A következő szín, amit használtam, az a puskázok, de valamelyik barna szerintem a dió. Így van, a dió lesz. Jó, ugyanaz a módszer, csak annyi különbséggel, hogy itt már a közepénél egy kicsit kevesebbet viszek fel. Mondjuk így, abrakadabra, és fogom, és megpróbálom, és még csak egy kicsit letörölgetni a tetejéről. Hogyha ilyen nagyon összeáll, mint itt, ilyen ügyesen megcsináltam, akkor sincsen semmi gond, csak egy kicsit megtöröljük. Jó, és akkor a ujjamra veszem a popsitörlőt, és a lazúr, vagy a lazúrgél, a heavy body gélnek a tetejéről letörlöm a lazúrgélt, hogy ott ne legyen rajta. Jó, körülbelül így. Mondjuk. Aztán, ha valahol kevés, például a sarkoknál szeretem, hogyha sötétebb. Az életnél akkor vissza pamacsolgatom egy kicsit.
Jó, ez volt a következő réteg, és ugyanezt megcsinálom az oldalánál is, ami persze még nem száraz, de most vegyük úgy, hogy száraz. Végigkenem. És itt már azt csináltam, hogy nem töröltem le a két szélét, csak a közepéről. Itt pedig maximum elpamacsolgatja az ember a két végén, hogy ne legyen éles határvonal a vége, de csak a közepéről töröltem ki a lazurgért. Sajnos most megint szárítanom kell, ez egy ilyen móka. Közben megnézem a kérdéseket is. Krisztinának mondom, hogy visszanézhető lesz, igen, hogyha lemaradtál az elejéről. És közben kaptam egy nagyon jó kis tippet. Itt volt egy olyan kérdés, hogy mivel lehetne kiváltani a repedő pasztát, és igaz, és nem jutott eszembe, hogy az egyfázisú repesztő lakkal ki lehetne. Ugye, de az egyfázisú repesztő lakot, azt mindig két akrilfesték réteg közé tesszük be, mint hogyha parizel volna a szendvicsbe. Alulra bármilyen festéket festhetsz, tehát ergo lehet mondjuk a fekete akrilfesték, utána ráfested az egyfázisú repesztőlakot, és az egyfázisú repesztőlak tetejére pedig festhetsz akrilfestékkel, a metállal egyébként oda metált és gyöngyházfényűt meg kaméleont éneket nem javasolunk, mert az nem reped olyan nagy mértékben. Szóval megcsinálod ezt a szendvicset, és akkor majd a lak, az egyfázisú repesztő lak, az meg fogja repeszteni a felső réteget, szóval azzal is ki lehet próbálni, ez egy nagyon jó ötlet. Közben én szárítom tovább. Alul a lazurgér cseresznye? Nem. A cseresznye lazurgért, azt csak a belsejében használtam itt, de majd lehet, hogy akkor itt fogjuk, és akkor megmutatom, jó? Tehát még ezen most csak a fenyő színű lazurgér van, és a dió. Jó, ez a kettő van egyelőre rajta. Nem tudom, melyik felem ott lesz. Jó, mondjuk, hogy megszáradt. Én most azt csináltam, teszem, ami rajta van, hogy a dióból felvittem, tehát hogyha az elejét nézzük, akkor a dióból felvittem még egy réteget, de most, hogy egy kicsit azért, csak ide a szélére, hogy azt sötétítsük, de most azért, hogy ez egy kicsit más legyen, most akkor használni fogom mondjuk a cseresznyét. Jó, de lehasználhatnám, van itt palisander is, tulajdonképpen most megpróbáljuk a cseresznyét. Ugyanez, pontosan ugyanez a módszer, hogy fogom és elkezdem színezni. Na most viszonylag gyorsan szárad a lazurgér, azért biztos látjátok, hogy ki viszonylag kevés hajszárítózás is elég neki, úgyhogy ha nem vagytok elég gyorsak, akkor előfordult, hogy megszárad. Ilyen esetben azt javaslom, hogy haladjatok szakaszosan, és akkor megcsináltok egy kis darabot, az tök jó, és akkor lehet tovább menni. Ott is megvan egy kis darabon. És akkor megyünk tovább. Jó, tehát ezt a módszert is egész nyugodtan lehet használni. Na most így állunk a cseresznyével, és akkor nekem még a sarkokon hiányzik egy kicsi. Bírjátok még egyébként? Azt nem tudom, hogy állunk idővel. Jó, még
Szóljatok, ha meguntátok, mert én órákig el tudnám ezzel játszani. Jó, szóval körülbelül így néz ki a cseresznye után ez a dobozka. Bizonyos réteg után azért már lehet azt csinálni, hogy hogy hagytok egy keveset ezeken is, hogy utána ne világítson nagyon a heavy body gél alól az eredeti felület, de hát ez abszolút egyéni ízlés kérdése, jó? Hogy ezt hogy csináljátok. És egyébként meg az jutott eszembe, míg ez egy picit szárad, hogy például itt van ez a medál, ugye, amit elkészítettünk szintén a lazúra, ez milyen klasszul mutatna mondjuk itt, és akkor lehetne még rá tenni egy kis, nem tudom, moha és pázsit hatáspasztát, és akkor úgy hívjuk, hogy az erdők könyve, vagy nem tudom, akárhogy is lehetne nevezni. Azt is meg lehet csinálni, hogyha ilyen könyvdobozt készítesz például most tavasszal, hogy ugye van a blogomban egy cikk, ahol megmutattam, hogy kell levegőszáradó gyurmából kis tündérházikokat csinálni, hogy csinálsz a belsejébe egy kis tündérfalut, és akkor ilyen, hogy hívják ezeket, dioráma, azt hiszem, ezeket a kis berendezett kis dobozkákat. Jó, de egyébként itt is jól mutatna szerintem. Úgyhogy, hát nyilván ez egy kicsit vörösesebb lett a cseresznye lazurgéltől, ez pedig egy kicsit barnásabb, de még itt meg fogom mutatni nektek, hogy lehet mohásítani a sarkát, csak az oldaláról megint megfeledkeztem, az olyan kis mostoha. Jó, ugyanaz a szitu, hogy csak a közepéről töröljük le, a szélén meg legyengetjük, hogy mégse legyen egy foldban, és akkor így néz ki. Ránézek a marna kérdés, aztán egy picit szárítok, a csepet vízbe, tartunk rendet magunk körül. Nagyon szép, jaj, nagyon köszönöm. Szuper, úgy látom nincsen egyelőre kérdés. Na, akkor menjünk tovább, megszárítom gyorsan, és aztán teszünk rá egy kis mohát, ami trükkös lesz, ugyanis lazúr gélben nem kaptam most zöldet, ezért meg kellett oldanom. És ezt az oliva sima lazúrral fogom megoldani, de ha most erre rákenném az oliva zöld lazúrt, nem jön neki olyan szépen a zöld. Tehát nem volna élénk zöld, egyáltalán nem volna, egy kicsit tompább lenne. Ezt fogom mindjárt megmutatni, hogy lehet kicselezni. Ez a doboz itt pontosan ugyanezzel a technikával készült, ugyanígy, jó? Tehát pont ugyanezt, csak mintaként hoztam. Tehát az abszolút Jolly Joker egyébként az a fehér színű lazurgél. Nagyon sokféle, még mutatok, ha bírni fogjátok, akkor mutatok még egy felhasználási módját majd ennek a fehér lazurgélnek, hogy hogyan csináljuk ebből színeset. De most viszünk fel a felületre egy pici fehér lazurgélt ide a sarkokba. Ez most így tudom, hogy durva hirtelen a bordón, de majd jó lesz, remélhetőleg. Itt mondjuk így jó. És egy kicsit visszatöröljük. Jó, főleg a heavy body gél tetejéről. Mondom, elég gyorsan szárad, úgyhogy azért, hogyha nem ilyen gyorsan csináljátok, már pedig én most még sietek is, akkor azért klasszul el lehet ezt törölni. Szóval, ez meg volt. Picit rászárítok. Yeah.
kérdés az, hogy lakkozni mivel lehet? Lehet, de nem kell, mert hogy vízállóra szárad. Tehát olyan, mint, tulajdonképpen majdnem, hogy olyan, mintha lelakkoztam volna, mintha lehet úgy is tekinteni rá. Egyébként sima vizes bázisú lakkal egészen nyugodtan lehet. Oké, meg vagyunk ezzel, most pedig jöjjön egy kis zöld. Az óra folyékonyból valahol volt egy ecsetem, megvan. Fogom szépen és rákenem. És ezzel azt fogom elérni, hogy a fehér, ahol ott kicsit kivilágosítottuk, ott ugye a zöldnek ez az élénksége, ez klasszul előtűnik. Egyébként engem az sem zavar, hogyha a fehérből utána egy kicsi kilátszik. Jó, mondjuk így. És aztán megtörölgetem, nyilván ízlés kérdése, ki mennyit töröl vissza. És akkor körülbelül legyen egy tenyéres terjelentet is húzhatjuk. Ez meg egy kicsit fönten. Jó, és akkor ez lett a mondjuk úgy, hogy végeredmény. És akkor be van kicsit a moha is, mintha elkezdene nőni ezen a fán. Hogyha hozzánézzük ezt a kis tündérkét, szerintem nagyon aranyos. Jó, ugyanezzel a módszerrel pedig lehet mixmédia elemet is készíteni, és itt a hornál, amit mondtam, ez nem volt más, mint az, hogy a fehér lazurgélbe kevertem egy kis fehér arany kaméleon pigmentport, és ezáltal, sajnálom, hogy nem adja vissza a kamera, de ilyen gyöngyház hatása van a holdacskának, jó? Ez ennyi. Aztán... gondolkodom, mit akartam még nektek megmutatni. Ja igen, az összemosást. Az összemosásra van egy nagyon jó videó, azt belinkelem nektek, megpróbálom hozzászólásba. Mégpedig Cippel Judit készített egy klassz kis fali dekort, és YouTube-on van róla a videó. Hogy ezt belinkelem. Közben itt nekem megállt az adás, remélem, hogy nektek nem. Jó, vagy az csak lassan. Szuper. Igen, ott ő is ennél a faldekornál egy ilyen összemosási technikát használ. Na most én akkor ehhez fogom használni, kell egy ilyen. Ez egy sima Natur Klöckner fólia, ezen fogom kikeverni. Ugyanis nagyon szeretnék ilyen türkiszkék árnyalatot, én ezt nagyon-nagyon imádom. Itt semmi más nem történt, nem alapoztam le a fát, csak titánfehér akrilfestékkel stencileztem rá, itt fölül pedig, mindjárt kitalálom mivel, fogalmam sincs, már jó rég csináltam, igen, itt pedig a fehér lazurgéllel, jó, vittem fel, festőkéssel, ezen a stencilen keresztül, tehát itt fölül a fehér lazurgél van, jó, itt alul pedig a matt titánfehér akrilfesték. És azt mondtam, hogy türkizes árnyalatot szeretnék, de a lazurgélekben nincsen türkiz, úgyhogy most bevetjük a lazurgélek Jolly Jokerét, ez pedig a fehér. Na most, azt mondtam az egész miskolanciának az elején, hogy transzparens, tehát áttetszőek a lazurgélek. Most, hogyha én ezt megszínezném egy akrilfestékkel, akkor az akrilfestéknek a pigmentjei, azok elfednék a lazurgélét, és ezáltal nem rögtön egy fedő festéket kapnék, és nem transzparens, már pedig én azt akarom. Erre viszont nagyon jó ez a transzparens színező diszperzió,
nek a nevét megtanulni magyarul egy művészet, de megtanultam. Tehát transzparens színező disperzió, amit beletehettek mindenféle átlátszó anyagba, vagy például repesző lakóknak ugye a második fázisába, és ezáltal ezt meg tudjátok színezni. Ez nekünk tökéletes arra, hogy a fehér, vagy igazából bármilyen színű lazurgélünket megszínezzük, és mégis megtartsa a transzparens tulajdonságát. Teszek a zöldből egy cseppet, hú, sok, majdnem sok, nem baj, és teszek a kékből egy cseppet. Olyan minimális mennyiség, tehát ehhez a mennyiséghez nem kellett volna egy csepp, elég lett volna egy, akár egy fogpiszkáló hegye is, de most ez így, és elkezdem összekeverni. És ezáltal már meg is van a türkiszkékem, amit szerettem volna. Nagyszerű. Majd keverhetném még, de most ez jó lesz. Tehát ezt fogom használni a fehér lazurgét, és én már nem emlékszem, hogy ebbe melyiket tettem, úgyhogy most az ébent, ebonit fogom választani. És ezzel a három színnel fogok dolgozni. Fehérből csak egy nagyon kevés kell nekem. Másik kupak. Eddig minden érthető, minden világos, nincs kérdés annyira. A lazurok szaradás után matt marad, vagy fényes? Nagyon-nagyon jó a kérdés. Ezen látszik, hogy hát én azt mondanám, valahol átmenet a két állapot között egyébként. Tehát, hogyha fa felületen használod, mint ez, akkor látod, hogy matt, mert ugye a fa beissza, a farostjai beissza, teljes matt, ezen nincs semmi lakozás. Viszont abban a pillanatban, hogy nem fa felületen használod, egy icipici fénye lesz. Látszik, remélem. Jó? Nagyon jó volt a kérdés, nagyon köszönöm. Nézzük, van-e még valami? Figyelünk. Szuper. Fehér lazúr színezését is ígértem, igen, itt tartunk. Szuper, akkor menjünk tovább, választok egy szép széles ecsetet. És egy tiszta kellőt. Nagyon jó. A felületen legegyszerűbb egyébként ezeket keverni, mert ebből csak nem vettem ki, addig dumáltam. Ebből se kell sok. Jó, de mondom, nézzétek meg a Cippel Juditféle videót is a YouTube-on, mert nagyon jó szerintem, és akkor teljesebb képet kaptuk, hogy mennyi mindenre lehet ezt még használni, meg Csikó Sandijét is. És akkor elkezdem a lazúrral. Hopp, egy dolgot nem csináltam, nem maszkoltam el, de nem számít. Próbálok kikerülni, és a felületen az ecset nem baj, ha nem vizes, az enyém meg az, úgyhogy váltunk. És annyi csak, hogy mellette fód is kell, de nem hagyod abba egy pillanatra se, csak húzod. Visszatérünk a kékhez, és magán a felületen kevered össze az anyagot. Lehet foltosabbra is csinálni kicsit. Az a lényeg, hogy határozott, szerintem, hogy határozott foltok ne maradjanak. Tehát ne legyen mondjuk egy ilyen éles széle a dolognak, hanem fogod és szép, nagy, hosszú, lendületes ecsetvonásokkal próbálod eloszlatni. Aztán azt is csinálhatod, hogy veszel föl egy kis festéket, vagy egy kis lazurgét ebből, egy kicsit abból, és úgy húzod a felületen. És ugyanaz érvényes, amit az előző táblánál is mondtam, hogyha mondjuk itt így megvagyunk, akkor várunk egy picit, én most nem nagyon fogok, de várunk egy picit. De az már most rögtön látszik szerintem,
hogy ugye azt mondtam, hogy ide fehér lazurgéllel stencileztem, mert hogy meg lehet vele csinálni ugyanazt, amit a viaszpasztás videóban is mutattam, ugye, hogy kicsit maszkolunk. Ez jobban látszik, mert hogy jobban megcsúszik a felületén a festék, mint itt az akrilén. Ugye, ha száradt, akkor lehet azt, hogy egy kicsit visszatöröljük a mintát. Popsi törlővel, ez az egyik verzió. Erről is. Nézzétek csak erről milyen szépen le csúszik. Jó formán. Jó, mindig telítődik a popsi törlő, úgyhogy ezért néha kicsit forgatni kell. És akkor ilyen nagyon klasszul vissza lehet szedni. Ami még a két oldal között a különbség, hogy ezt száradás után jó alaposan, hát jó alaposan, de finom csiszoló papírral még megcsiszoltam, és akkor még szebb lesz utána, még egyenletesebbé teszi majd a felületet a csiszolás. Akkor ezt is megmutattam, nézem, volt, hogy nézem, van-e kérdés. Szép ez a stencil. Ugye nekem is az egyik nagyon nagy kedvencem ez a stencil, és szerintem elhasználtam már belőle egy jó párat. Aztán a lazurgélbe árnyalni, sima lazúr is tehető? Hát most nagyon őszinte leszek, nem próbáltam ki, de simán beletenném, persze. Annyi, hogy akkor számolni kell azzal, hogy ugye, ami az elején a viszkozitása csökken ennek a dolognak, és folyékonyabb lesz a lazurgéje. Tehát akkor azzal mondjuk már stencilezni nem tudsz, míg egy csepp transzparens színező disperziótól a lazurgélnek nem lesz baja, vagy nem veszít annyit a viszkozitásából, és ugyanúgy stencilezhető marad. Már válaszoltam, jó, akkor elvileg nincs új kérdés ezzel kapcsolatban. Lassan lejár az időnk, és igazából még egy dolgot mutatom, akkor ezt már nem csináljuk, de megmutatom. Van itt egy ilyen táblám is. Ezzel azt akartam megmutatni, nem ugye leteszem. Azt akartam ezzel megmutatni, hogy az ében lazurgél az, amit én a legtöbbször használok, mégpedig, hát most ez így durván fog hangzani, hogy umbra antikoló paszta helyett, de majdnem, hogy így van. Tehát a lazurgéleket antikolásra is lehet használni. Itt semmi más nem történt, a táblanak ezt a felét lefestettem dekor paintsofttal, tehát ezzel a lágy dekorfestékkel, aminek most új neve lesz, de még nem jegyeztem meg. Azt hiszem dekor krétafesték lesz, vagy valami ilyesmi. Azt bocsánat, de ezt még nem tudom fejből. Jó alaposan megcsiszoltam. Ennek azért van jelentősége a jó alapos megcsiszolásnak. Ugye egyrészt eltüntetjük a fának az egyenetlenségeit, másrészt pedig azért van jelentősége, mert itt, ahogy ugye látszik, hogy hol van erősebben megcsiszolva, és ott majd a lazúr belemegy szintén a fa rostjai közé, és ilyen nagyon-nagyon klassz antikolt felületet kapunk. Egyetlen dologra kell nagyon-nagyon vigyázni, hogyha antikoló pasztaként használod a lazúrt, mutatok még egy példát, ezen is az van, egyébként emlékeztek, Dórival csináltuk ezt a tavaszi ajtódíszt, és itt körbe, meg itt is, ez mind lazúrgél, tehát ezt az egészet lazurgéllel antikoltam. Tehát arra kell nagyon vigyázni, hogyha repedő rendszerek fölött használod, és itt most elsősorban a nagyon népszerű finomvonalas repedőre gondolok, ott nem lehet használni ezt, ugyanis a különböző repedő rendszerek különböző felületűre száradnak. Tehát van olyan repedő rendszer, amelyik vízállóra szárad, azon használhatnád, de van olyan repedő rendszer, ami nem szárad vízállóra, és ilyen a finomvonalas repedő rendszer, azon nem használhatod ezt. Jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt mindig mérlegeljük, hogy mire szeretnéd használni. Még egyetlen egy dolgot, és tényleg ezt aztán végeztem, pedig aztán lenne még, de mindegy. Szóval megmutatnám még nektek ezt a kis
táblát, ezzel semmi más nem csináltam, mint felfestettem különböző csíkokat. Egyébként itt jól látszik, hogy itt a zöldbe, ahogy belekevertem a kaméleon pigment port, hogy milyen szép. Jó, és csak azt szeretném megmutatni, hogy egy rétegben, kettő rétegben és három rétegben milyenek, és itt az első réteget, ahol egy rétegben vittem föl, még meg is csiszoltam, jó? Tehát csak, hogy lássátok azt, hogy itt már tulajdonképpen majdnem az van, hogy teljesen fed. Tehát itt már nem látszanak a jóformán a fának az erezete, nem látszik. Gyorsan szétnézek, itt is van még egy ilyen tábla, ez ugyanezt hivatott demonstrálni. Nagyjából elmagyarázom. Tehát ezen a kockán itt egy rétegben van felvíve a lazúr, annyi különbséggel, ez a lila, annyi különbséggel, hogy itt jó alaposan megcsiszoltam lazúrozás után a fát, itt viszont nincs csiszolva egyáltalán. Ez a következő, itt két soron van a lazúr, mind a két oldalon, de itt megcsiszoltam a fát, itt viszont nincs a fa megcsiszolva. Itt azt szerettem volna világosítani egy kicsit rajta, ezért dekupázsragasztót és egy csepp vizet kevertem bele, és azáltal, csak ez nincs megcsiszolva, ez pedig meg van csiszolva, azáltal lehet egy kicsit még transzparensebbé tenni. Ez a része pedig tulajdonképpen ugyanaz, mint itt, csak itt, ha látjátok, akkor belekevertem a kaméleon pigment port, mégpedig a kéket kevertem a lilába, és ezáltal ilyen nagyon szép csillogós lett, mégpedig úgy, hogy közben megtartotta a fa erezetét. Hát nagyjából mennyi lettem volna, még nézem, sima lazúrral is lehet így összemosni? Igen, sima lazúrral is lehet így összemosni, ezért nézzétek meg Andinak a videóját, amit belinkeltem, mert ott azon nagyon klasszul megmutatja, én azért nem is megyek ebbe bele jobban, szerintem az tökéletes. A saját nevem alatt megtaláljátok a hozzászólások között a pentátos videót, az érdemes megnézni. Aztán... jó. Hát azt hiszem, hogy ennyi fért már bele. Egy egész napot lehetne szerintem csak a lazurokkal eltölteni. Azért találtam ki, tuk ki ezt a mai foglalkozást, hogy lássátok azt, hogy egyféle anyag az egy dolog, hogy mire lett kitalálva, meg egy másik dolog, hogy mi mire használjuk. Tehát sokkal szélesebb körű egy-egy anyagnak a felhasználása, mint azt szerintem álmunkban gondolnánk. Lehet, hogy még három ugyanilyen foglalkozást meg lehetne tartani a lazurok felhasználási módjáról, de a maiba ennyi fért bele. Ha bármi kérdésetek van, később is nyugodtan kérdezzetek a hozzászólásokban, és legjobb tudásom szerint megpróbálok válaszolni. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!